you know I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work it out, I work it out. Na, 100%-ban késznek mondhatom a derbit, teljesen elkészült, kézvédők és a behajtható tükrök is helyet kaptak rajta, és hogyha esetleg először látsz tőlem videót, vagy most csatlakozol be a derbi projektbe, akkor ezt a Derbi Senda X részt, ezt az 50-es kis endúrót ki fogom sorsolni köztetek, hogy hogyan tudsz nevezni, és hogyan lehet a téd ez a motor, vagy akár a 10 limitált szériás pólónak az egyike. A videónak a leírásában találsz egy linket, Patreonon keresztül futtatjuk ezt a derbi projektet, ott gyűjtünk rá támogatást, és a hozzájáruló személyek közül fogjuk kiválasztani a nyertest. $5 plusz áfáért, kevesebb mint 2000 forintért valaki lehet ez a motor, amit a saját kezünkkel Tamás és én építettünk fel. Munkaköltséggel együtt, hát jóval több mint 500 000 forintból. Április 11-én szombaton talál új tulajdonosra a derbi, akkor lesz a YouTube csatornámon egy live, ahol kihirdetjük a nyerteseket, és egészen előtte nap, április 10-én éjfélig lehet majd jelentkezni még a motorért, tehát még van egy hetetek, vagy pár napotok, hogy esélyesek legyetek erre a Wattás Edition derbire. A nevezésnek a folyamatáról egyébként csináltam egy videót, amit ebben a bejelentő videóban megtaláltok a jobb felső sarokban, mert ha bármi kérdésetek van, akkor Instagramon vagy Facebookon fel tudjátok nekem azt tenni. Na de most megmutatom nektek, hogy mi is történt ezzel a motorral az elmúlt egy évben, ugyanis igen, már lassan több mint egy éve vettük meg ezt a motort, és azóta építjük, foglalkozunk vele kisebb-nagyobb szünetekkel. Mindjárt keresek egy csöndesebb helyet, és akkor bemutatok rajta mindent, hogy mi az, ami extra, mi az, amiért ez a világ legmerőbb derbije. Legalábbis számomra biztosan. Szerintem jók is leszünk itt az újszegedi vasútállomáson. Kis érdekessége erről a helyről, hogy itt annó megállt az Orient Express, amikor ugye ment Párizsból Isztambul felé. De ahhoz képest egy kicsit máshogy néz ki ez a hely. Biztos nem ilyen volt ez régen. Enduro is life. Na, kezdjük az elejéről, jó? A gumi. Ezt pont a szegedi Galádmotortól kaptuk elég kedvezményes áron. Ezt a Kenda Enduro gumit tartottuk annak a köztes megoldásnak, hogy egy kicsit lehessen vele aszfalton is manőverezni, meg azért megállja a helyét terepen, és ne forogjon el a vizes füvön a töltés oldalban. Hát sárba valószínűleg nem a legjobb, mert hamar eltömődik, de amúgy elég puha profilú, tehát eléggé jól tapad, és jól lehet vele nyírni a kanyarokat. Mindkét felé újra lett küllőzve, és ki lett polírozva a Tamásék keze által, emellett kapott új kerékacsapágyokat előre-hátra, és hát találtunk hozzá két darab gyári sárvédőt ehhez a Sova fordított teleszkóphoz, amit Márta némi barátunk szerzett nekünk így hozzájárulásaként ehhez a projekthez. Ehhez természetesen azért variálni kellett egy kicsit az egészen, mert így ki kellett cserélni a teleszkópokkal együtt a kormánybefogókat, illetve a féknyereg nem stimmelt, mert ez alapvetően egy szupermotónak az első villája, de sokkal robosztusabb, mint az Endurónak a sima teleszkópja. És a lényeg az, hogy nagyobb féktárcsát kapott előre, illetve ezeket az aranyszínű vagy bronzszínű, kinek hogyan tetszik jobban, féknyergeket kapta meg, teljesen új fékbetétekkel, új csavarokkal mindent kicseréltünk, amit csak lehetett. Kicsit tovább haladva, ugye nyilván a dekor meg az idomok még nagyon szembeötlőek. Ezt az egész idomszettet, ezt az oldalidomot, illetve a teljes falidomot, illetve az első sárvédőt Franciaországból eBay-ről rendeltük. Direkt ehhez a 2008-as évjárathoz kompatibiliset kerestünk. Ez egy teljesen új, csillogós, fekete idomszett volt, ahogy láthattátok az előző videóban, és erre szerettük volna felrakni ezt a narancssárga terepmintás dekort, amit a Sandback Custom Decals tervezett nekünk, és ragasztott is fel. Ez egy ilyen nagyon vastag, ilyen direkt endurókra való matrica egyébként, ami gyakorlatilag rá van sütve, tehát elég nehéz is leszedni, meg elég nehezen is sérül. Meglátjuk majd úgyis, hogy az új tulajdonosnál hogyan bírja az évek során. Viszont a fejidom az egy EXC-ről származik, és ezt egy ilyen
tartókonzollal tudtuk ide fölhelyezni. Ezt Tamás tervezte szolidás programmal, majd lézervágatta és meghajtotta úgy, hogy tökéletesen tudja fogadni mind a műszerfalat, az indexeket, a fejdomot és a ködlámpákat, a ledes ködlámpákat. Na most szereztünk a derbire egy teljesen működő fordulatszámmérős műszerfalat, amiben még a kilométer is egyébként valósan volt benne, pár száz kilométer eltérés volt, egyébként ez egy picit többet mutat, mint amennyi valószínűleg van a motorban, ugye nyilván nem ismerjük a pontos előéletét, és a slusszkulcsa pedig megkapta a 690-es KTM-nek a kulcstartóját, ezt a mitoszos traktorgumit narancsárga parakorddal. Ez az én saját kis agymenésem, szeretem ezeket a kulcstartókat így átalakítani, egy kicsit egyedibbé tenni, meg hát narancsárga, tudjátok. Bármilyen furcsa, egyébként nem a narancsárga a kedvenc színem. Sőt, csináljunk egy ilyen kis nyereményjátékot. Aki kitalálja, hogy pontosan mi a kedvenc színem, az kap tőlem egy limitált szériás derbis pólót, egy 11-et így sorsoláson kívül. Aki először helyesen betippeli, azért lesz a póló. De nem csak ezt kapta meg a derbi a 690-ről, hanem a kézvédőket is. Nagyon sokáig gondolkoztam rajta, mert nem fért föl normálisan egyébként egyik kézvédő sem, mindig hosszú volt és beleért ide a műszerfalra, meg nem bírtam normálisan rögzíteni erre a kormányra, és mindenképpen egy ilyen rendes alubetétes kézvédőt szerettünk volna feltenni rá, úgyhogy ez is a 690 Enduro RM-ről való, ezt már eleve kicsit megrövidítettem, és ezzel a csuklós felfogatással tökéletesen passzol a kormányra. Kapott 28-as kormánybefogókat, ami egyébként egy ennyit, körülbelül egy 2,5 centit emel rajta, egy 28-as Fedbar Enduro kormány került fel rá, ilyen narancsárga Elox színben, pár ilyen apróság, mint narancsárga gyors kötegelő. Ja, kapott új fékkart, mert az törött volt egyébként, illetve ezeket a behajthatós enduro tükröket, amik ugye jellemzően rajta vannak nekem az Adventure-ön, illetve a 690-en is. Én nagyon szeretem, nagyon praktikus egyébként, hogyha bozótos területen megyünk át, akkor csak becsukom a tükröt, és akkor már is nem fogja betörni vagy levinni egy faág. Voltak ehhez ilyen kis kormányra rögzíthető tükreim is, azt nagyon szívesen odaadom a motorral, de teljes mértékben használhatatlan, nem ajánlom senkinek. Saját magamat látom benne, a mögöttem jövőt csak este, amikor ég a fényszórója, és látom, hogy valami ott pislákol, de akkor is nagyon torzít és nagyon messzinek tűnik. Kormánykapcsolókat eltakarítottuk, kipucoltuk, minden tökéletesen működik rajta, ugye a reflektor is ugyanúgy van, bár amit gyárilag kaptunk, ezt a kínai lámpát a fejdomhoz, ez hát ilyen gyertya pislákolás, ez így pont arra jó, hogy úgy valamit lássál, vagy inkább, hogy téged lássanak, és ugye emiatt lettek felszerelve ezek a kiegészítő ledek, amiket itt lehet kapcsolni a kormányon, és ez akkumulátor van kötve, tehát gyújtástól függetlenül bármikor fel lehet kapcsolni, csak vigyázni kell rá, hogy ne maradjon így, mert különben leszívja az akkumulátort. Nyilván ezek is erre a konzolra kerültek fel, ennek lehet állítani egyébként a magasságát, hogy hova világítson pontosan. És ami még érdekesség, fölkerült egy ilyen kapcsoló, ehhez viszont már rá kell adni a gyújtást, és hogyha ezt rákapcsolom, akkor manuálisan elindul a hűtőventilátor, ugyanis a derbiket amúgy elég nehéz megmelegíteni. A műszerfalon egyébként van visszajelzője, ott világít egy ilyen sárga ikon, amit hogyha ráadom a gyújtást, megjelenik, ugye, hogy működik a lámpa. Azt szokták mondani, hogy ha az felvillan, akkor már régen hengerfejes a derbi, de így, hogyha érzed, hogy melege van a motornak, hogyha lassan cammogtok városban vagy terepen, akkor rá tudod nyomni itt ezt a manuális hűtőt, és akkor egy pillanat alatt lerántja róla a hőt. Ugye kifliket újra festettük, kormánycsapát újat kapott, minden csavart kicseréltünk rajta egyébként, amit csak lehetett, amit csak találtunk. Itt van ugye a tank, itt lehet levenni az ülést. Az ülést azt Tamás nagyapja húzta újra, egy ilyen csúszásgátlós bevonatot kapott, ami egyébként tök jó hozzátapad a nadrágothoz, és hátra még volt nekünk narancsárgával szintén ilyen csúszásgátlós redőket, amik ugye az ilyen épített endurókon megtalálhatók általában. Nem mintha a hatalmas lóerő levetne róla egyébként, de marha jól néz ki design szempontjából is. Itt van ugye egy kb. 6 literes tank, majd a derbi tulajdonosok jól megmondják, hogy igazam van-e vagy nincsen. Itt van az olajtartály, a külön olajzás ugye működik, és egy teljesen új akkumulátort kapott, meg itt van egy kis csomagtartó, amiben bele tudod rakni a kilólisztet, vagy étolajat, vagy cukrot, vagy mit szoktak manapság venni az emberek. A többi világítás mellé kapott még ilyen magas teljesítményű indexeket is, aminek nem csak elő van búrája, hanem hátul is van egy kis rés, tehát van egy ilyen tök jó visszajelzése, hogy tényleg villog az indexet, tényleg látod. Bár általában nem az szokott lenni a probléma, hogy nem látod, hogy villog-e, hanem elfelejted levenni, miután már elkanyarodtál, és ez egy ilyen jó visszajelzés, ami emlékeztet arra, hogy hát igen, ki van még rakva az indexet, vedd le gyorsan. Amúgy a motornak a hűtője az gyönyörű állapotban volt, szerencsére
nem verték agyon, mint a többiét, de azért kicseréltük a hűtővizet, itt van benne a rózsaszín löty, ugyanúgy, ahogy minden folyadék ugye le lett cserélve a motoron, ugye a fékolajak, a hűtővíz, illetve a motorolaj. Na és akkor a motorblokkról egy pár szót, hogyha már erre felé járunk. Kapott új oldaldekniket, azért ilyen szép ezüst a színe, illetve újra lett festve a blokk, szétszettük, nem volt semmi baja, úgyhogy különösebben nem nyúltunk hozzá, megkapta az új csavarokat, új tömítéseket, új folyadékokat, tökéletesen működik, 50 köbcent is annyira szerettük volna hagyni, hogy ugye legálisan használható legyen ez a motor. Nem szerettük volna felfurkálni egyébként ilyen 80 köbcentikre, mert minél jobban furott fel igazából, akkor annál több mindent kell benne cserélni, és annál könnyebben meghibásodik egyébként valami, nem annyira erre a teljesítményre vannak kitalálva, sem pedig a futóműve, sem pedig a fékek, ugye, de ez már teljesen más téma. 100 fölötti sebességnél azért egy ilyen motort ezzel a felépítéssel egy picit veszélyesnek tartok, de mindegy, nem is ezért nem bántottuk, inkább, hanem hogy ne legyen vele a későbbiekben probléma, és inkább tartós legyen. Amúgy ezt mindenki alá tudja támasztani szerintem, hogy amint tuningolva van egy motor, az a tartóságából, az élettartamából fog elvenni. Az egyetlen mechanikus tuning, amit kapott, ez a BM Rezo, illetve a végdob, ez le lett festve feketére, egyrészt, hogy ne rozsdásodjon, másrészt, hogy illik így jobban az összképbe, illetve lett vágatva ide egy ilyen BMS hővédőpanel, szintén alattamás. A gyári kipufogóhoz képest annyiban változtatott a motor teljesítményén, hogy a gyárival alul egész szépen megy, viszont nem forog ki, tehát ilyen 5-6 ezer fölött el lehet felejteni, hogy normálisan kiforogjon, ezzel viszont 6 ezernél megindul, mint az állat, és ilyen 10 ezerig vagy afelé kiforog simán. Ezáltal, hogyha forgatod, gond nélkül tudsz az autók előtt közlekedni akár a városban, nem kell amiatt bajlódni, hogy hátraállsz a sorban, és letolnak az autók a zöld lámpánál. Kapott egy blokkvédőt. Eredetileg egy ilyen szögletesebb stílust szerettünk volna, ami így oldalra is ki van hozva, de mindkét oldalon beleértek a váltó, illetve a fékkar. Emellett meg már így is olyan horribilis magassága van egyébként ennek a motornak, hogy szerintem lehetetlen leütni a blokknak az alját, meg amúgy a bölcsővázis védi. Ez inkább egy ilyen design elem szeretne lenni, mint hogy funkciót látna el. Ugye ez a Wattage Edition-ös hajlított alumínium lemez. Jól néz ki ugye a Rezo mellett, meg azért nyilván véd is valamit, hogy megvédi a blokkot a felverődő kavicsoktól, sártól, ami az első kerékről repül fel. Karburátor átesett egy ultrahangos mosáson, kapott új benzincsöveket, bilincseket, csavarokat, ahogy már említettem. Vezetékelésben kicseréltük azt, ami el volt korodálva, el volt oxidálva, minden szépen megtisztítottunk. Ja, és hát az egyik legfontosabb dolog, hogy abszolút vázra volt szedve a motor, és egy ilyen antracit színt kapott porfestéssel, illetve a lengőkor is porfestve lett, ennek van egy sztoria, először elvittük, megmondtuk a porfestőnek, hogy antracit legyen, erre ilyen színt varázsolt rá, mi sötétebbet szerettünk volna, gondoltuk, hogy legyen akkor ilyen duál tónusú, legyen más színű a lengőkar, úgyhogy csak a vázat vittük vissza lefestetni, és akkor megkapta ezt a szürkés antracit színt, amit szerettünk volna eredetileg. Az összes egyéb alkatrész, például a lábtartók, a berugókar, a másik oldalon a fékkar, ezek az ilyen apróbb ilyen fém kiegészítők, ezek galvanizáltatva lettek, amit pedig ki tudtunk cserélni, csavarokat, az pedig a makói csavarból szolgáltatta nekünk. Kapott új láncot, lánckereket, lánckerékcsavarokat, láncvezetőt, új rugót, az azt hiszem pont nem új, az le lett galvanizáltatva, megcsináltuk, hogy álljon is valahogy ez az oldalsztender, a hátsó rugós tagot azt szépen eltakarítottuk, nem kellett hozzányúlni, tökéletesen működik, rendeltünk hozzá új láncvédőt, illetve Márton Émi szerzett nekünk egy hátsó sárvédőt lámpával. Ezt észreztem már, nem is emlékszem igazából, de valószínűleg igen. Jó, megfordítom a motort, hát ha látunk valamit amúgy a másik oldalon, ami még kimaradt a kis monológomból. Hozzátenném, hogy ezt a kínai égőt igazából még lehet, hogy ki is cserélhettük volna valami minőségi erősebbre, de úgy voltunk vele, hogy működik, nem bántjuk, és ugye emiatt fel is tettük ezeket a ledeket, így teljesen megváltozott ugye a fénye így éjszakánként. Most már tényleg látni vele valamit, és szinte egy reflektort helyettesít. Éppen ebből kifolyólag is azért városban nem ajánlom a használatát, mert el lehet vele vakítani a szemben közlekedőket, és ugye hát a magyar jogszabályok szerint az utólag felszerelt kiegészítő világítás egyelőre még illegálisnak számít, de hogyha éppen nem forgalomban közlekedsz, akkor nyugodtan használhatod. Én is ilyen off-road lámpa néven szoktam felszerelni ezeket a motoromra, és akkor észre használom, hogy ne zavarjon senkit. Amúgy valaki pont az előző videóban megjegyezte, hogy szerintek kevés benne a kompresszió, mert kézzel be tudom rugni. Hát ezt örülök neki, hogy ezt egy videó alapján meg tudtad állapítani, és amúgy tényleg be lehet rugni kézzel. De nem azért, mert kevés benne a kompresszió,
hanem mert nagyon sokat kap enni, hogy menjen, és a motor, hogy bergókor is ugye le lett galvanizáltatva, ilyen szép nikkeles színe lett, meg ezek a fémek is ugye mind itt meg lettek csináltatva, meg hát ugye Wattage Edition-ös Matisza itt végig, büszkeségen. Külön vonalizás itt található, működik tökéletesen, Motul 701-et raktunk bele, nehogy már olcsó szarolajat kapjon, legyen itt minőség. És ugye itt van a légszűrőház, szintén új légszűrőt kapott az idom mögé, amúgy innen meg tudom mutatni normálisan a ventilátor működését. Hol is a kapcsoló? Rádurrantom, elkezd fújni, mint az állat. Amúgy ne értsetek félre, azt tudnotok kell, hogy ez nem egy új motor, tehát ez egy használt motor, csak újra lett építve általunk, és ugye amit tudtunk, azt azért kicseréltünk rajta, de mint minden motor, mint az új motorok is, és a használt motorok főleg, egyszer nyilván ez is el fog romlani. Egyetlen egy jármű sem örök életű, ugye ezek használati tárgyak, arra való, hogy használjuk őket, és hogy örömet okozzanak nekünk, nem pedig fordítva, hogy körülöttük forogjon a világunk, bár nekem azért a világomnak egy kis darabját jelenti ez a motor, hát nehéz lesz tőle megválni, az biztos, de remélhetőleg majd egyszer jó kezekbe kerül. Jelenlegi egészségügyi helyzet ugye egy kicsit megnehezíti ezt az egészet, de ugye az is benne volt az ígéreteim között, hogy országon belül kiszállítom ezt a motort, tehát hogyha külföldi nevező van, akkor a határig el tudom nektek vinni. Amúgy megvan minden papírja a motornak, nem tudom, hogy külföldön így kaphat-e rendszámot, de majd ti megmondjátok. Nyilván, hogyha a határon túli magyar néző nyeri meg, akkor várni kell egy picit, ameddig elül ez az egészségügyi állapot, itt ilyen koronák röpködnek mindenhol. Én sem vagyok kivétel a többiek alól, engem sem engednek át a határon, úgyhogy ha lementek a határzárok, akkor megpróbáljuk majd megoldani a pólókat, meg nyilván postai úton fogom tudni kiküldeni a nyerteseknek. És srácok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben az izgalmas kis projekten. Tényleg ez nekünk majd egy éves munka volt, nem kevés pénzbefektetése, és örülök neki, hogy ennyire elnyerte a tetszéseiteket. Remélem, hogy van, aki még akár tanult is belőle, kicsit bátrabban hozzá, mert nyúlni talán majd egy-egy csavarhoz, de azért a kokkányolást azt hanyagoljátok, hogyha nem muszáj, hanem értesz hozzá, akkor inkább nyilván vidd el szerelőhöz. Köszönöm szépen a rengeteg támogatást, jótékonysági útra is fogunk belőle fordítani. És még egy videót láthattok majd ezzel a motorral, amikor is kiszállítjuk a nyertesének. Srácok, ne felejtsetek, szombaton délután 4 órakor, április 11-én sorsolás, de 30-al mentem, bazzag, és még a led is égett, hogy nem lehetett észrevenni. Szóval addig még van egy pár nap, úgyhogy ne felejtsétek, ez lehet a tied is. Just afraid.